A rendezvényen nálad láttuk a virágokat. Mit szimbolizál ez neked? Igazából a hónapok virágát próbáltam színpadra megteremteni, azzal a szisztémával, hogy egy kicsit a ruhába belecsempésztem, és kellékként is, és az öltözék az a virágra jellemző stílust. Én úgy gondolom, aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet, de szerintem egy kicsit a nőiességet is akartad kifejezni, nem? Úgy van, nem? Így látom? Hát így van, a lányokból próbáltuk kihozni a legjobb nőies vonalukat, és hát így próbáltuk a virágokat is ehhez belőni, hogy melyik lány melyik virágot kapja. Bemutatnád a kollekciódat közelebbről, hogyan készül? Hát mindegyit igazából saját magam terveztem, készítettem. Volt egy formátum, tehát itt maga a hónapok virága. Elindultunk először a januártól, egészen újra decemberig, és hát a nyár az elég színes, az ősz is azért elég színes, de azért a nyárba belecsempésztünk több öltözéket, így 17 lett a 12 hónap helyett. Úgy látom, hogy fontos számodra a kiegészítők. Beszélnél erről egy kicsit? Hát a színek azt gondolom, hogy nagyban meghatározzák a lányoknak az öltözékét. Tehát így próbáltam a kiegészítőkbe is ugyanígy fülbevaló ékszerrel, cipővel hozzátenni. Kicsit nehéz volt, de hát megoldottuk. Láttam, hogy a lányokkal nagyon összeszokott volt. Volt valamilyen kis probléma a rendezvényen? Hát a mai lányok sajnos kicsit már nagyon lábon élnek, tehát 40-es lábakra egy kicsit nehéz a 39-es cipőt felhúzni, de megoldottuk. Igen, van egy-két lány, aki visszatérő volt, velük már azért jobb a kapcsolat, aki viszont új azzal egy kicsit megtalálva a közös nevezőt, sikerült megoldanunk a problémákat. Hogy tetszett a rendezvény? Minden úgy alakult, ahogy szeretted volna? Pici-pici bakik voltak, de azt gondolom, hogy a néző az talán nem vette észre őket, úgyhogy meg vagyok elégedve vele. Távlati terveid? Hát a következő kollekció, ha lesz, már megvan a fejbe. A kivitelezés az későbbiekben lesz, aztán majd meglátjuk, hogy mikor lesz a következő. Köszönöm szépen!